A tavalyi győztes és a tavaly előtti vesztes találkozóján az első percektől látszott, hogy mindkét együttes a biztonságot helyezi előtérbe. A Tarpaiak gyors játékosaikban bíztak, míg az Újfehértó igyekezett járatni a labdát. Helyzetek ettől függetlenül szép számmal akadtak mindkét oldalon, de vagy a kaput nem találták el a játékosok, vagy pedig a kapusok hárítottak. Az első félidőben nem született gól, és a második játékrészben is sokáig úgy tűnt, hogy 11-esek döntik majd el a kupa sorsát. A 86. percben aztán Nemes, jobbról befelé cselezve, okosan lőtt a kapuba, megszerezve a vezetést a Tarpának. Az Újfehértó a hosszabbításban már kockáztatott, nagykapus is felment egy szöglethez, és egy szerzett labdát követően Mihálcsuk gólja pontot tett a mérkőzés végére. Az érmek átadását követően a tavalyi évhez hasonlóan Gád Ihád csapatkapitány emelhette magasba a kupát. Tudtuk, hogy egy erős ellenfél lesz a döntőbe, ezért tudtuk, hogy nehéz lesz megszerezni az első gólt. Ez így is volt, középen folyt a labda, voltak az első félidőben is lehetőségeink, sajnos nem is került berúgni a helyzeteket. Aztán éreztük, a második félidő végére már addig-addig fogunk menni, hogy egyszer ez össze fog jönni, úgyhogy hál' Istennek ez sikerült is. Az Újfehértó elnöke a vereség ellenére is büszke volt csapata teljesítményére. Elsősorban gratulálni szeretnék a csapatomat, mert amit megtudtak, megtettek a pályán. Sajnos 4 sérültet is le kellett cserélni, mert meghúzódtak. De ennek ellenére úgy értem, meccsben voltunk, csak gratulálni tudok Tarpának, mert egy igen jó csapattal játszottunk, aki mindenki tudja, nem azért vezeti a bajnokságot, hogy ilyen, meg heti 5-6-at edzenek, így csak gratulálni tudok Tarpának. És büszke vagyok a fiúkra, hogy ennyi sérült, el idáig eljutottunk, menjünk tovább, csináljuk a dolgunkat, és remélem még sok ilyen sikerben lesz részünk. Az MLS vármegyei igazgatója szerint jó döntés volt 2016-ban életre hívni a sorozatot. Ez a 8. alkalom, 4 alkalommal volt Nyíregyházán a Város Stadionban, most itt van 4. alkalommal, és nyugodtan mondhatom az évről évre, hogy remek színvonalú találkozóhoz, mindig mind a két fél nagyon várja. Ugye a legtöbb játékosnak, legtöbb amatőr játékosnak, akár ugye az egykori Nyíregyházi Város Stadionban, vagy itt most a Várkezi Stadionban pályára lépni, az az élete addigi legszebb élménye, és lehet, hogy a pályafutás a legnagyobb élménye is lesz. Úgyhogy mindenki várja, örömmel jönnek, itt látjuk azért igen nagy a teher itt a szezon vége fele, ugye nálunk azért a megyei első osztály bajnokságban, igen szoros a küzdelem, mindkét csapat szerintem már azért várja a végét, két forduló van hátra, de mégis összedrótozzák magukat, eljönnek hétköznap, és játszanak egy fantasztikus meccset. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy amikor belevágtunk, nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lesz ennek a fogadtatása, de én azt veszem észre, hogy nagyon pozitív ennek az egésznek a fogadtatása. A döntőben szereplő két csapat szombaton már bajnoki mérkőzés játszik. A listavezető Tarpa a 4. Nagyesedhez látogat, a 6. Újfehértó pedig a 11. Kótait fogadja.